ugye Belgium most a párizsi támadások során különösen előtérbe került a migránsok problémáival. Mit tapasztalt Magyarországon, milyen céllal érkezett? So we would like to welcome Mr. Philip De Winter, member of the Federal Parliament of Belgium. There is a lot of discussion about the migration program and migration crisis and the terrorism, especially after the Paris and the Brussels attacks. What was the purpose of your journey to come to Hungary, to Berement? Well, we are organizing a fact-finding mission. There is a lot of bad publicity about Hungary concerning the immigration policy, defense, the political refugees and the way they are treated. But I think we should come over and see with our own eyes what's happening here. And I'm very impressed by the way the Hungarian authorities are dealing with the refugees. I think defense is a good idea. I think we should protect our borders. I think we should be much tougher on illegal immigration, and it's clear that a large majority of the refugees coming to Hungary, coming to Europe in fact, are not political refugees but just immigrants, illegal immigrants who want to infiltrate into our countries, who want to infiltrate into Europe. And therefore I think that immigration policy of Hungary is an example for the whole of Europe. A merényletek után, illetve a rendkívül magasfokú terrorfenyegetés ügyében fölmerül a kérdés, hogy milyen megoldások lehetnek erre a krízisre, és ugye látjuk, hogy Magyarországot hónapokon keresztül gyalázta a külföldi sajtó, nagyon sok politikai erő. Mi azért jöttünk Magyarországra, hogy egy úgynevezett tényfeltáró küldöttség keretén belül megnézzük, hogy mi a valóság. Megnézzük azt, hogy Magyarországon milyen rendelkezések léptek életbe, hogyan oldották meg azt, hogy az illegális bevándorlás elárassza az országot. Ugye azt látnunk kell, hogy, és ez most ki is derült nekünk az útunk során, hogy itt nem politikai menekültek vannak, nem olyan emberek, akik valami elől menekülnek. Nagy többségük, jelentős többségük az vagy gazdasági bevándorló, vagy pedig teljesen ismeretlen céllal ellenőrizetlenül jönnek be Európába és Magyarországra. Úgy gondoljuk, hogy a magyar lépések azok itt Európában az egyik leghatékonyabb megoldást jelentették. Ez természetesen nem oldja meg a problémát, de minden esetre fontos tudnia az európai polgároknak, hogy igenis Magyarország helyes döntéseket hozott, és jó irányban, megfelelő módon kezelte ezt a közös problémát. Csak Magyarországon tájékozódik, vagy más neuralgikus pontokra is ellátogat, tehát például Görögországba, Ausztriába, Németországba, Olaszországba, ahol szintén óriási probléma a migráns kérdés. Mik a tapasztalatai, és melyiket tartja a leghatékonyabb megoldásnak? Are you going to visit only Hungary or the neighboring states, or are you planning to have a fact-finding mission into Greece, Italy, other countries of Europe, where they have similar or different problems of the immigration? Well, we visited already the Visegrad countries. That means we visited part of Croatia, Serbia, going to Slovenia also, of course, Hungary. But in the past we also had this sort of fact-finding missions in, let's say, Lampedusa. That's a little Italy in front of, little isle in front of Italy, where you have a lot of illegal immigration coming from Lebanon, coming from Northern Africa and so on and so on. And we did it also in other countries, but I think at this moment it's not only a question of coming over to see with our own eyes what's happening here, but also a symbolic act of support towards the Hungarian people, to let them know that also a lot of people, I think a majority of the people, not the political leaders, not the institutions, but the people in Europe support Hungary, support your immigration policy, because they know that Hungary is doing what other countries should do also, to stop mass and illegal immigration. And you can only do it by protecting your borders. Look, if you love your family and your friends, you keep your doors closed of your house. That doesn't mean that you despise your neighbors, that you hate your neighbors. It only means that you love the people
who are important for you. And that's the same in a country. You have to keep your borders closed for illegal immigrants, for all those people who have bad intentions. And that's why I think Hungary is showing the way, is giving an example to the rest of Europe. And that's why we are here. Természetesen több olyan helyszínen is jártunk, ahol a bevándorlás fontos problémát jelent. Jártunk ugye Olaszországban, Lampedusa szigetén, más helyszíneken is. De most azért érdekes a visegrádi országoknak a viszonyulása a problémához, illetve Magyarország és szomszédainak a határa, hogy azt megtekintsük és lássuk a tényeket, mert egész egyszerűen ez a probléma itt van most már a környezetünkben. Másik dolog pedig, hogy a nyugat-európai intézményrendszer és a politikai elit az igazságtalanul támadta Magyarországot, a médiáról nem is beszélve, aki konkrétan hazudott az országgal kapcsolatban. Itt én azt el tudom mondani, hogy a nyugat-európai emberek többsége most már rádöbbent arra, hogy a kontrollálatlan bevándorlás előzönlése az európai országoknak az emigránsok által, ez tarthatatlan, és mindenki valahol a szíve mélyén igazat ad Magyarországnak, és támogatja Magyarországot. Mi szolidárisak vagyunk, és a küldöttségünk ezt fejezi ki, hogy szolidárisak vagyunk a magyar népnek a törekvésével. Itt olyan egyszerű dolgokról beszélünk, hogy meg kell húzni a vonalakat valahol mindenkinek. Ha magánemberként nézzük, akkor van a házunkon ajtó, van a kerítésünkön zár, és ez nem azért van, mert a szomszédainkat nem becsüljük vagy utáljuk, hanem egész egyszerűen azért, mert van egy privát életünk, van egy saját kultúránk, meg szeretnénk őrizni a saját belső világunkat és törvényeinket. Ugyanez vonatkozik egy országra is. Tehát egy országnak is meg kell határozni azt, hogy kit enged be és milyen feltételekkel. Magyarország ebből a szempontból schengeni frontország, a migránsok szempontjából, Belgium viszont inkább a hátországhoz tartozik. Milyen intézkedések várhatók Belgiumban a közelmúlt napok eseményei alapján? Milyen a közhangulat? Hungary is one of the front countries of the immigration, because we are the first, we have to deal with the immigrants. But Belgium has a different position. It's more like a goal country where the people go. What these last days of mass immigration and the terrorist attacks, how these things changed the situation in Belgium? Well, I think that the terrorist attacks changed the views of a lot of people. It opened the eyes of a lot of people who were maybe critical towards Hungary and their immigration policy. But after what happened in Paris, they know that a lot of these terrorists are coming into our country, are coming into Europe, by the way of mass immigration. They are so-called refugees, and they are using the status of refugee to infiltrate our countries. So, if we want to protect our countries, if we want to protect them not only from mass immigration but from terrorism, we should close our borders. That's the final and most important conclusion of what happened in Paris. And ISIS already said it many times. They said we had about 4,000 of our guys, terrorists, ISIS militants, who are infiltrating Europe by the way of mass immigration, illegal immigration as refugee. And so we should close our borders. And I hope that also the European institutions no longer hide between their so-called humanitarian actions and multiculturalism and anti-racism and whatever. This is reality, and what happened in Paris was a reality check for a lot of politicians, for all those European institutions who are so naive, so multicultural, that they, they bring in danger our own people, they bring in danger the whole Western and European civilization.
Természetesen ezek a terrorista események, illetve a további folyamatos, azóta is zajló előzönlése Európának, ez befolyásolja a célországokat, így többek között a mi hazánkat is, ahol már jelen pillanatban is megoldatlan kérdésként ott áll azoknak a tömege, akik az elmúlt évtizedekbe érkeztek meg, és nem voltak képesek integrálódni az országba. Viszont a mostani események megmutatták, hogy gyakorlatilag a terroristák, illetve az iszlám állam azt csinál, amit akar. De ezt el is mondta az iszlám állam, hogy már több ezer olyan harcosa jött be Európába a tömegbevándorlás leple alatt, akik készen állnak arra, hogy háborút folytassanak az összes európai ország ellen. És ennek ellenére a mai nap még mindig azt látjuk, hogy naív és álnaív európai vezetők, európai intézményrendszer gyakorlatilag továbbra is kiáll a teljesen ellenőrizetlen bevándorlás mellett, hirdetik a multikulturalizmust, ami már régen megbukott, továbbra is megbélyegzik, rasszistának nevezik azokat az embereket, akik felelősséggel kimondják, hogy veszély van, és ezek az emberek most már nem szabad őket politikusként kezelni, ki kell mondani, hogy ezek az emberek felelőtlenek, és a saját országaikra, a saját népeikre óriási veszélyt hoznak.